Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntetek titeket ebben a mai videóban, mert egy újabb telefonos játékkal fogunk játszani. Egy picikét ügyességi játék, mert van itt alul egy kis nagyon, hát most még egy picikét sajnos szomorkodó poharunk, de nekünk ebből a kis csőből jön nagyon, de nagyon sok víz, és az a lényeg, hogy nekem egy utat kell rajzolnom megadott mennyiségben, hogy a pohárba menjen a víz, és igazából sikerült elérnem most már boldog a pohár, maga a játék neve az, hogy happy pohár, vagy hát happy glass, de Tából nem egy bonyolult játék, de régen szerettem ezeket a játékokat, azt, hogy ilyen ügyességi módszerekkel itt trükközni kell, pontozni kell, stb, stb. stb. hogy jól szerepeljük, és úgy gondoltam, hogy hozzak egy ilyen játékot ennek a mai videónak. Tetszik nektek, és szeretnétek hasonlót, akkor nyomjatok egy lájkot, én nagyon-nagyon szépen köszönöm. Itt van egy picikét trükkösebb a dolog, úgyhogy ha most véletlenül ide rajzolok ennyit, akkor leesik az összes víz, és szegény pohárkák szomorú maradt, szóval kezdjük előről. Ez itt nem állapot. Figyeljétek most egy, egy jó hidat, nagyon szépen, azért, hogy ne legyen a nagyon nagy esése, mondjuk így, né. Oké, okay. szerintem így jó lesz, így jó lesz, szerintem, hogy ne, hogy túlmenjen a pohár, nagyon baba. Ó, ezt nagyon kicsi, ezt jól megcsináltam. 28%-nyi teli van a pohárból. Ebben a videóban meg 100%-ra, mert fogalmam sincs, hogy mi lesz, de mindjárt kiderítjük. A jaj, most már kezdődnek itt a trükközések, bár hogyha innen lemegy ide, innen lemegy ide, lehetséges, hogy nekem csak egy ennyit kell egy összesen csinálnom. Hát, ez leesett. Ez leesett, srácok elfelejtettem azt, hogy itt van gravitáció, itt leestek a rajzaim, szóval itt nekem ezt meg kell támasztanom mondjuk így egy innentől, mondjuk, hogy idáig. Hát, talán ez a jó, így nem esik le. Azaz, ezt jól kiszámítottam, ezt nagyon jól kiszámítottam. Srácok! ezt el is hogy tényleg van gravitáció a játékban, szóval hogyha rosszul rakom le, akkor kifolyik az összes víz. Oldalról a vizenyő. Mondjuk, hogyha innen lefolyik ide, innen megakad itt, és akkor szerintem egy ekkora kis tartóval megint egy hasonló módszer, próbálok megcsinálni, eldőlt a pohár. Eldőlt, és csak így is meg tud telni? kíváncsi vagyok. Na erre kíváncsi vagyok. nem sikerült. Ne szórakozz, túl nagy lendület. Szóval meg kell támasztanom, szerintem a poharat is mondjuk rajzolok egy ilyet, hogy ne dőljön el, meg mondjuk ide. Ö, franc, ez megint nem sikerül, ez kezd nehéz lenni. Valahogy a poharat ki kell, hogy támasszam. Elsőnek is mondjuk, hogy erre, erre ne jöjjön, és mondjuk így. Hát talán, talán ne leesett. Franc, nem sikerült. Mi van, ha egy ilyen lejtőt csinálok ide hozzá egy egyből? Így. talán szerintem a nagy vízmennyiség se fogja elrontani, és sikerülni is fog. Oh, Innen megcsinálom, és az a lényeg az, hogy mondjuk egy ilyen idály, csak légyszí, ne borulj föl kis cuciderakok egy ilyen. Ez az? Ez az egy sikerült nagy nehezen. Na, ez most már azt mondja, kezd nehezedni. 42%- vagyunk, ha csak kipróbálom, hogy most így elmegy a szélén, és talán hát itt szinte nem is kell rajzolnom semmit, és teli van. valahogy ezt a két gőt nekem minden el kell, hogy vigyem. Hmm, ez hogy lehetne szerintetek megcsinálni? Mondjuk egy ilyen kis alátámasztása? Hát jó lenne, jó lenne, ugye több megy innen ki, de... Á, Franz, nagyon kevés kéne! Megvan, megvan, mit csak ide egy háromszöget alulra. Hát, srácok, háromszöget gyorsan leteszem, így. Figyeljétek! És most nem tud sehova se folyni. de ez jó lesz! Ez jó lesz, ez nagyon jó lesz, és sikerül! Sikerült! Igazából ez könnyűnek tűnik, de egyszerűen biztos, hogy az lesz, mondjuk, hogyha lerakok egy ilyet, ajajaj, picit át kell rajzolnom azt, hogy ugye ez ne zuhanjon le, meg mondjuk még egy ilyen kis tartó talán, talán így működni fog, meg még egy ilyennel. Hú, hát erre kíváncsi leszek, lerakta az ő, ennyi, ennyi ke? Ki a száz százalék. Én mondom nektek, nagyon komolyak vagyunk, de hogy, nem lett meg a három csillag? Szerintem túl sok anyagot használtam. De 56 százalék! Ezen a pályán egy háromszög teljesen jó segítene, mondjuk ennyi az egész, és bele is tud menni az egész. Na, hát azt hitték, hogy ez hogy milyen nehéz lesz nekünk, de egyből egy pár másodperc alatt megcsináltuk, 63 százalék. Hogy egy ilyen kevés? Jaj, mi ez a játék így reklámba? Jó. Tudom, srácok, ugye rengeteg reklám van most ezek között. Rengeteg reklám van így ezekben a telefonos játékokban, és mit szólnátok ahhoz, hogy egy következő videóban azt csinálnánk, hogy amit bedob nekem reklám, az így a játék közben, azt fogjuk kipróbálni a kövi videóban. Szóval ilyen reklám ajánlott a játékokat fogunk leteszteni, hogy jók egy egyáltalán, vagy full gagyeszok. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, srácok, hogyha szeretnétek egy ilyen videót, plusz kommentben jelentek, hogy igen, sajt, menő lenne. Gondoltam, hogy ide egy ilyen nagyon pici hurok is elég lenne, legalábbis szerintem egy picikét lezuhan, aztán ö, nagyjából itt átfolyik, de szerintem sokkal több víz kell ide, így bizony mindkettő. Na, srácok, nagyon agyas ez a gyerek, hát a 70 olyan keveset ad, hogy fogjuk ezt megcsinálni a mai videóba? Egy, egy kis tutoriálunk van, oké, okay, hát ezt megcsináltuk, azt aztán most mi van? Ó, hogy leesik a pohár! Egy újfajta játék. Ó, oh, itt a levegőben van a poharunk, na ez egy picikét amúgy nehéznek tűni nekem, hogyha lerakod ide egy kicsit, egyáltalán lecsúszik egy az egybe. Ajajajaj, ez hogyan kéne megcsinálni? Ez egy jó kérdés, ki egy ilyen jó talapzatot csinálni, hogy még itt ez egyáltalán ne csúszol le, meg mondjuk ide egy háromszöget, itt talán, hogyha nem csúszik le, á, franc, ide kellett volna még egyet, az, hogy ide tudjon menni. Hát, amúgy majdnem jó lett, de ezt újra próbáljuk, három másodpercünk van, ez nagyon jó lehet, az, hogy itt megtávasszuk, hogy ne tudjon ezt sehova se menni. Ó, hogy itt csináltam? Valahogy így. Na mindegy, valahogy így. Uhú, uh, az elég sokat elfirkáltam most itt, de mindegy. Ez meg lesz itt. Aha, hogy ne tudjon olyan messzire esni. Na most megpróbáljuk. Nagyon teljesen tökéletes. Mellé sem megy. 77, 84. 16 százalék! De 14, hát elméletileg minél föntébb haladunk, ugye annál nehezebb szinteknek kéne, hogy legyen, de ez most olyan furcsa, megy az utolsó kettő szint olyan harmad gyenge volt, mint az állat, hát ez Konkrétan két vonalból megúsztuk az egészet. Húha! 15-ös színnél vagyunk, és hogyha ide random lerakunk, akkor leesik az egész. Igazából arra gondoltam, hogy ide kötünk szépen egy ilyen, jaj ne, ilyen kis cuccocskát, és akkor ez így megtartja a jó esélye legalábbis. Én arra gondolok, csak lehet ki... Ja, a... Hogyha nem ennyire, figyeltek teljesen jó lett volna. Amúgy, ha nem így áll így a poharunk, akkor teljesen jól megcsináltam ne szórakozz, mert ez szerintem csak így lehet. Mondjuk még kötök egy ilyen zsinort, ami még közelebb van legalábbis szerintem. Aztán, ajajaj, ajaj, nagyon fogyatinta, Nagyon fogyatinta, Hogy kell megcsinálni így? A, megint fél óta. És sikerült. Sikerült két csillagosra. Meg lesz a száz. És száz százalék. Mi van? Mi van? Jó, egy reklám és klémelem. Mi ez? van ah, megint ez a szájfestős. Elméletileg you receive the glass. Ugh, figyeljetek már, kaptam egy tök menőt. Reklámot már megint. Á, ah, ötödjére megy ez. Level 16-nál nyuszis pohárból vagyunk, és igazából szerintem az lenne a lényeg ennek, hogy egy picikét megpóckolom az, hogy e, úgy nagyjából egy szintre essen meg, legalábbis én arra gondolok, hogy mondjuk ide lerakok egy e, téglalapot, akkor talán e eh, no, nagyon tökéletes bejött az ötletem. Simán meg tudtuk csinálni. Srácok, e, itt most mi van? Hát a 7%-ot rakott bele. Szerintem így, hogyha teli a pohár, akkor plusz egyet tudok kapni. Igazából nem annyira éri meg gyűjtögetni. Tök komoly. 43 csillagon van, és összes kettő ezret lehetne begyűjteni. Na most mi a helyzet? Úgy tűnik, hogy itt van két oldalt egy ilyen kis cuccli, hát igen, igen. ha nem nyúlok bele, akkor is megcsináltam. Úgy, hogy nem csináltam semmit, csak leteszteltem egy random kis ennyit csináltam. Aztán szegény kis nyulacska figyeljetek nagyon megvan van ijedve most megpróbálom megint azt megcsinálni Hogy egy ilyen kis kört kötök aztán ide is egy kis kört kötök hogy ne menjen sehova aztán áthúzok egy egyenest, meg egy kicsit visszáll. Jaj, mindjárt, hogy a tintám akart, vagy egy kis tök jó pódiumot csinálj neki, és tökéletes ez a kettő felfogta, és lesegurult oldalra. Azt szerettem volna, hogy tényleg, hogy így oldalra megy, nagy megbillenjen az egész, és akkor gondba vagyunk, de sikerült, igaz, egy csillagos, de srácok, kettő szint van hátra még. Jöjjön a 19. szint, ami igazából az a helyzet, hogy szerintem megint egy ilyen módszer kéne, hogy ugye megint tudjátok egyenesbe tudjuk hozni. Az egy vonal lehetséges, hogy az is megállna a helyét, csak szerintem nem lenne annyira tökéletes, de most megpróbálok, hogy erre se boruljon sem erre. Hogyha lemegyünk erre, pont jó, pont jó irányba esett le. 19. szinten vagyunk. Nice! Itt az utolsó pálya, srácok, ebben a részben. Én nagyon-nagyon izgulok, hogy hát igazából, hogy hogy fogjuk kivitelezni, de szerintem ez nagyon-nagyon nagyon könnyű lesz. Talán, hogyha itt nem csúszik meg ezen az oldalon, ez az pont jó, hogy Hogyha azt a kicsit cuccot nem rakom oda, konkrétan lecsúszott volna az egész, de így aztán meg akar ez egy picikét így föntakadt, és pont legyenesen tudta tartani, ezért nem billent egyik se oldalra. Igazából én azt mondom nektek, srácok, hogy ez a videó ennyi lenne. Vájtok, átváltok. Nagyon-nagyon remélem, hogy élveztitek, hogyha így volt és szeretnétek még hasonló játékokat itt a csatornán, akkor légy szíves egy hatalmas, egy lájkot, iratkozzatok fel és jelezzétek kommentre, hogy mit szóltok a mai kis Köszönöm szépen a figyelmet, üdvözlök mindenkit a csatornán, aki új lenne, és köszönöm, hogy itt vagytok. Jók legyetek, sziasztok sajtok!